Kérdés. Kérdés a miértről, kérdés arról a miértről, amire nem biztos, hogy fog tudni válaszolni, ha bár nem egyszerű a dolog, és ez az egész miért, ez tulajdonképpen a mai őslakosság és a mai betelepültek közötti kapcsolatról szól. És még bárki arra gondolna, hogy én most itt szeretném fejtegetni a hazánkba vándorló politikai menekültek és a magyaroknak, esetleg a romák és a magyaroknak a viszonyát, szó nincs erről, sem nem szociológus nem vagyok, sem nem politikus nem vagyok, orvos vagyok, toxikológus, meg természetesen egy 16 és fél éves hímversenyzőnek az apukája, aki ugyanolyan kamaszgyerekként éli az életét, azt gondolom, mint bármelyik kamaszgyerek, és tökéletesen látszik ma ebbe a furcsa világba 2013-ban, de látszott 2012-ben, sőt, bármi furcsa látszott 1976-ban is, amikor én 16 éves voltam, hogy bizony-bizony az őslakosok és a betelepültek között nem egyszerű a kommunikáció. Az őslakosok azok mindig aktuálisan azok a fiatalok, azok a kamaszok, akik ezt a világot másképp látják, és mi vagyunk a betelepültek. És valamikor persze voltunk őslakosok is, csak időnként az ember ezt az őslakossági mi voltát ugye el tudja felejteni, és ez nem egy egyszerű dolog, ugye őslakosként túlélni azokat a bizonyos kritikus éveket, amikor az ember életében olyan rengeteg minden megtörténik. És tessenek belegondolni, hogy egy picit akár a történelem, akár a politika mezeire elvez, hogy az őslakosok és a betelepültek közötti kommunikációhoz hogyan is zajlik. Tessenek visszagondolni Dél-Amerikára, amikor megérkeztek a spanyolok meg a portugálok, vagy Észak-Amerikára, amikor a hollandok, az angolok, a franciák hódították meg ugye a földet, illetve tessenek belegondolni, hogy mi zajlik ma Németországban, ugye a német őslakosok és a török betelepültek között, hogy ez a kommunikáció, ez mindig teljesen jól működő és mindig olajozott. Én azt gondolom, hogy nem. Ezt az egész történetet vérverejték és könnyek szegélyezik, és napjaink őslakosainak és betelepültjeinek kommunikációját is nagyon-nagyon gyakran a vérverejték és a könnyek szegélyezik. Persze világos, hogy itt nem feltétlenül mindig szószoros értelmébe kell ezt az egész dolgot venni, de azt gondolom, hogy az a nemzedéki szakadék, ami ma elválaszt bennünket a mai fiataloktól, a mai kamaszoktól, az sokkal-sokkal nagyobb, mint annak idején, amikor még talán én voltam kamasz gyerek. Világos, hogy ennek számtalan oka van, ugye a technika fejlődésétől kezdve egy döntően más világ, más dalai, de ettől még azt gondolom, ezeket a miérteket meg kéne próbálni megválaszolni, csak majd megtetszenek látni, ez nem egy feltétlenül egyszerű dolog, és nehogy azt higgyék, hogy mindig az őslakosokban van a hiba. Nos, tetszenek látni egy-két kérdést, amit én megpróbálok feltenni, azért jönnék leginkább ide, mert sokkal egyszerűbben fölérem a mikrofont, ott túl nagyot kell hajolni. Szóval néhány kérdés, amit megpróbálnék feltenni, és amire megpróbálna az ember válaszokat találni, tetszenek látni. Mit keres majd 15 éves hajnalban az utcán? Hiányzik-e egyáltalán valakinek, hogyha használ tudatmódosítószert, akkor mit szeretne ezzel pótolni, és egyáltalán kit érdekel, hogy szív? Most az alatt, hogy szív, persze nem a marihuánára kell gondolni, bármiféle szer használatra természetesen. És tessenek belegondolni a mai hajnalokba, illetve hát a bulikat követő hajnalokba, és az ember ilyenkor megint megpróbál hasonlítgatni. És belegondolunk abba, hogy amikor én 15 éves voltam, elég régen volt, akkor mondjuk 9-kor vége lett a gimibe a bulinak, és hát 9:45-re illett hazaérni. Nem laktam messze az iskolától, úgyhogy ha még háttal mentem volna, vagy négy kézláb, időnként ilyen is előfordult, és nem azért, mert éppen pókjárásba gondoltam volna, ennek alapvetően más oka volt, akkor is 15 óra alatt haza tudtam érni, és ellentétben mi zajlik ma? Ma pénteken a szülők hátradőlnek, 8:30-9 itthon van a gyerek, jaj de jó, nem megy sehova. 9:30 még mindig otthon van a gyerek, na ma végre itthon lesz, biztos olvas, tanul. Esetenként tévét néz a szobájába, netán Facebookozik. Szó nincs róla, a Facebook az igaz, de éppen zajlik az élet, zajlik a szervezés, hogy hol merre lesz buli. 10 óra körül elkezd vakaródzni, 10:30-kor elindul, mert egy valamire való buli az általában 11-kor szokott elkezdődni. Ne felejtsük el, 11 óra volt az az időpont, amikor ilyen 3.-4. gimnazista korunkban már otthon kellett lennünk. Annak idején, ugye bezzeg az én időmben, ma meg ugye egy valamire való parti az elkezdődik 11-kor, és hogyha beleszámoljuk az afterpartit, esetleg a chilloutot, akkor akár a péntek este 11-es buli, az mondjuk vasárnap olyan 9-10 óra körül délelőtt fog ugye befejeződni, és ez is
már számunkra levetően egy nagyon érdekes és furcsa és más dolog, hiszen valljuk be őszintén a mi korunkban, ugye a saját magunk világában, a saját őslakosi világunkban ezek a fajta szórakozási szokások picit azért mások voltak, ugye, mint napjainkban. Egy másik érdekes dolog, hogy hiányzik-e ő egyáltalán valakinek, és azt kell, hogy mondjam, hogy azokkal, akikkel együtt van, biztos, hogy nem. És joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon másoknak esetleg hiányzik. A mások alatt értjük azokat, akikkel egy dobozba lakik, a doboz lehet egy ház, lehet egy lakás, ahol mondjuk van papa-mama, gyerekek csupaszív szeretettesenek, ugye a Mézga családra visszaemlékezni, ami az akkori családmodellt vetített elénk, hogy valójában ma ezek a családmodellek működnek el. És ha valójában működik is, már mint hogy akár darabszámra, van ezeken a családmodelleken belül kommunikáció. És talán itt szokott mindig ugye a kutya elásva lenni ennek a bizonyos kommunikáció hiánynak, és ettől a pillanattól kezdve nagyon gyakran futunk bele olyanokba, és nehogy azt gondolják, hogy mondjuk azok az extrém esetek, akikkel, és az extrém szó idézőjelben van téve, akikkel mi találkozunk a Péter Sándorczai Kórház toxikológiai osztályán, azok mind-mind csupa vásod fiatal, mind-mind csupa gyakorlatilag szakadék szélén tántorgó, vagy már lefelé zuhanó egzisztenciáról szól. Abszolút nem. Legalább az 50%-ukkal az égett a világon semmi baj nincsen, történt velük egy baleset, kicsit többet ittak. Most az ő esetükben azért ez a kicsit többet ivás, ez nem egy fél liter vodkát jelent, hanem akár mondjuk ezt a 3-4 felest, ami már számukra egy 16 éves fiú szempontból még mondjuk egy ilyen vízisikló kinézetű fiatal embernél, még pontosan elegendő ahhoz, hogy mondjuk kellőképpen felboruljon ettől a történettől. És gyakorlatilag ahogy mi magunk is ezeken bizonyos esetekben átestünk, ők is ezeken átestnek, mert ők is kíváncsiak a saját világukra, és nekem is hiába mondta el jó anyám, hogy vigyázz óvatosan azért az alkohollal, nem hittem el neki, meg is lett persze ennek a következménye. Világos, nem kerültem kórházba, de attól még, hogy valaki mondjuk kórházba kerül, ez nem azt jelenti, hogy a romlás virága ugye fölütötte benne a fejét, hanem arról van szó, hogy megijedt a környezet, vagy maga is olyan állapotba kerül. És szerintem ebből a szempontból nagyon gyakran ők járnak gyakran jól, hiszen ugye az egészségügyi ellátórendszerben vigyáznak rájuk. És nem fogják őket kirabolni, nem fogják elvenni az értékeiket, akár megerőszakolni, hanem mondjuk egy viszonylag védett rendszerben fognak ébredni. Persze a reggel az időnként elég bizarr szokott lenni. Múltkorában a fiam mutatott nekem egy ilyen Facebookos képet, ahol saját magam vagyok ugye lefotózva, és ilyen furcsa félmosolya az arcomon a kórházba, a felvételi helyiségben, és oda van írva alulra, hogyha reggel a buli után őt látod meg, akkor nem jól sikerült a buli. Van ebbe az, hogy mondjam, hogy némi igazság mag, de azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek jelentős részében 50%-ában ezek a történetek semmit nem jelentenek, de ott van az a maradék 50%, amikor bizony a szülő nem tudja, hogy hol van a gyerek, nem tudja, hogy kikkel van, nem tudja, hogy merre jár éppen, mit is csinál gyakorlatilag. És talán ugye a legérdekesebb dolog, amikor akár szerhasználatról van szó, megint csak az az 50%, akinek az életében semmit nem jelent, mert aki csak kipróbálta, és időnként ez valljuk őszintén nem szokott jól elsülni, azon egyszerű oknál fogva, mert ezt tudják a szerek. És nem tud az ember erre az egész dologra fölkészülni, de ott van az a másik 50%, akivel valami probléma van, és tetszenek látni, hogy mit szeretne ő pótolni időnként a tudatmódosító szerrel. Nagyon egyszerű, a saját ementáliságát. Miért mondom azt egy kamasz gyerekre, hogy ementáli? Nem azért, mert mikor a tornacipőt leimádkozzuk róla, akkor olyan ementáli szagú lesz a lába. No, az még orvosolható, az nem olyan bonyolult, hanem azért, mert a kamaszkor tele van lukakkal. A kamaszkor tele van ugye a pszichés fejlődésnek a lukaival, és ugye itt nehogy bárki élettani lukakra gondoljon, hanem azokra a fejlődési lukakra, ami gyakorlatilag 4-5 év alatt a megjelenéstől számolva ugye betömődik majd valahogy. Hiszen ez alatt a 4-5 év alatt rengeteg minden történt az életünkben, és a mai gyerekeknek is történik az életükben, csak dönten egy más világba. Tessenek belegondolni, ugye a lányokból nő lesz, a kisfiúkból férfi lesz, jönnek a kamaszkori párkapcsolatok, jönnek a jövőkeresések, jönnek a beilleszkedési gondok, jönnek a helyem megtalálása ebbe az egész furcsa világba, és ez valljuk be őszintén nem megy mindig egyszerűen. És időnként ezek a lyukak betömhetőek mondjuk tudatmódosító szerrel, betömhető mondjuk egy spanglival, amelyik azzal a 3-4 gyerekkel, aki együtt szívja, és ugye együtt tekerték meg, esetenként egy pár órára egyfajta közösséget kovácsol, betömhető esetenként egy alkohollal, amire emlékezünk vissza, és most abszolút nem a hölgyekről van szó, csak is az urakat merem ez ügyben megszólítani. Fantasztikusan jó feszültségoldó szereppel bírhat, és a 15 éves kamasz gyerekből egy bátor,
bátor, jó kiállású, jó fej csávó lesz, aki oda mer menni a kislányhoz, aki tud vele dumálni. Persze nem fog sokat inni azért, hiszen mondjuk az nem egy jó antré, hogyha mondjuk belehányunk a kislánynak a nyakába, ugye az első lassúzás kapcsán, de arra pont elegendő lesz, hogy egy oldott fiú legyen, aki aztán persze megkapja a pozitív visszajelzést a kislány barátnőjétől, hogy ez a csávó nem is olyan köcsög, mint amilyen valójában, ugye ez egy abszolút pozitív jelző, és megerősítést nyert aktuálisan a szerfogyasztása, és bizony-bizony ott vannak például a stimulánszerek, amelyek fantasztikus erőt adnak az embernek, esetenként akár egy buliba, esetenként egy amőbaként együtt mozgó 80-100-150 fős közösségbe, akik bizonyos furcsa zenékre, számunkra furcsa zenékre, ugye tényleg amőbaként mozgolódnak együtt, és ezek a szerek, mondom, alkalmi megoldást jelenthetnek, de nem ez jelenteni az alkalmi, a végleges megoldást. A végleges megoldást a kommunikáció jelenteni. Persze a kommunikációs csatornákat megnyitni az nem egy egyszerű dolog. És tetszenek látni a leggázabb magyar statisztikát, ami létezik, és ehhez képest ugye az adósságállomány, és a benzinár, ha már éppen holnaptól azt hiszem, hogy csökkenni fog, vagy mondjuk a forint és az eurónak az árfolyam az kutyafüle, hogy már egy átlag magyar gyerekkel, egy átlag magyar felnőtt naponta átlagosan 7-es percet foglalkozik. És tessenek belegondolni ebbe a 7 perc, vagy valójában mi is fér bele. Beleférnek a rutin rádobott kérdések, mondjuk az első, a leggyakoribb felnőtt által föltett kérdés, ami szerintem a legbutább mondat, ami a szájunkat valaha is elhagyhatja, mikor az a mágikus dolog, amit szerintem önöktől is kérdeztek, önök is talán megkérdezik, így van, nagyon jól tetszik mondani, mi történt fiam az iskolába? És mi történik az iskolába? Így van. Nincsen Magyarországon olyan iskola, tessék elhinni, ahol semmi történne. Abszolút minden iskolába gyakorlatilag semmi dolog nem zajlik az alatt a 6-7-8 óra alatt, amit a gyerek bent tölt. Aztán rádobunk még egy-két jó kérdést, például azt, hogy megírtad, hazahoztad, befizetted, esetleg megetted, hogy az uzsonna ugye ne 3 nap múlva sétáljon ki a táskából. Aztán esetenként, ha volt úszás, akkor felakasztottad, talán kikérdezzük a biológiát, a matekhoz már nem tudunk hozzászólni, és nagyjából ennyi, mert körülbelül ez fér bele 7 percbe. Nos, akkor ez persze mit jelentsen? Ez akkor azt jelentse, hogy ezentúl stopperórával neveljünk gyereket. Ma meg volt a 7 perc, oké, 14 perc, holnap nem is kell hozzászólnom. 21 percet töltöttünk együtt szabad a hétvégén, és így tovább, szó nincs erről. Én úgy gondolom, hogy a kommunikációs csatornáknak a megnyitása az nem feltétlenül így működik. A kommunikációs csatornák megnyitása az beszélgetést jelent. Nem beszédet, nem információ átadást, hanem kölcsönös információ cserét, amit el lehet végezni, nagyon csúnyán szólva, akár egy 4-5 éves gyerekkel is, és természetesen minél nagyobbá válik a gyerek, annál inkább öröm velük a kommunikáció. De ellenben mi marad nekünk? Ugye marad a 7 perc, marad nekünk naponta tetszenek látni 3,5 óra tévénézés, fantasztikus jó programokat lehet a televízióban nézni, nagyon jók, és persze a gyereknek ott van a világ legjobb villanypásztora, ami mellett naponta legalább 3 órát fog eltölteni, a számítógép. Ugye, ahol ő kommunikál, és ez egy nagyon érdekes kommunikáció, hiszen a számítógéppel való kommunikáció, ez egy roppant egyszerű kommunikáció, azért, mert arc nélküli. Tessenek belegondolni, mi történik a számítógépben. Valaki valakivel beszélget, és itt nem feltétlenül a képi beszélgetést kell érteni, hanem amikor villámgyorsan nyomják a gombokat, amit mi magunk nem is tudunk követni sebességgel, akkor ő ott bárki lehet, bármi lehet, bármiféle tulajdonságokkal felruházhatja magát, és ez egy arc nélküli kommunikáció. Ez olyan, mintha én mondjuk ezt az előadást mondjuk így mondanám el önöknek, valószínűleg tökéletesen el tudnám így is mondani. Legfeljebb joggal gondolnák, hogy micsoda bunkó vagyok, hogy háttal állok önöknek, de ez egy háttal történő kommunikáció. Nem látom a másikat, nem látom a másik arcát, nem látom a másik rezdüléseit, nem érzem a másikat, akivel kommunikálok, és jelen esetben akár mondjuk ez 1:150 arányában is tökéletesen működhet, és azt gondolom, hogy ha ezek a kommunikációs csatornák nem működnek, akkor lehet, hogy van papa-mama gyerekek csupa szív szeretet, csak a rendszer éppen nem működik. És ha a rendszer nem működik, akkor ne csodálkozzunk azokon a történeteken, amiket időnként hallunk, hogy bizony-bizony nem bírok a gyerekkel, nem hallgat rám, szarik a fejemre, és így tovább, és így tovább. És a másik dolog az, ami időnként a gyerekek szájából elhangzik, és ez is egy nagyon gáz mondat. Mert addig, hogy kipróbáltam, és történt egy baleset, valljuk őszintén, ez nem a világ vége. De amikor egy olyan mondatot hallunk egy gyerek szájából, hogy figyeljen,
végre jól éreztem magam, ez egy nagyon-nagyon gázmondat. Hiszen gondoljanak bele, adott egy héten 168 óra, ebből a 168 órából 150 óra a túlélésről szól. Akkor járok iskolába, akkor otthon vagyok, akkor vannak esetleg külön órák, tanulni kell, bármi, és ott van az a 18 óra, ami a buliról szól, és azaz, ami egyedüliként jelent számomra valamit, és azaz, amikor végre jól tudom magam érezni, mert a 150 óra arra kell, hogy túléljem, és majd csak eljutok az a 18 órához, ami hetente egyszer számomra valamit jelent. És ezek a kiüresedett életek, ahol gyakorlatilag egy sajátságos pszichoszociális gettóban történő élésről van szó, természetszerűen maga után fog vonzani egy csomó dolgot, aktuálisan akár a szerfogyasztást is, hiszen a szer valamilyen szinten megváltoztatja őt, és ez a változás esetenként olyan élményeket adhat számára, ami lehet, hogy mássá teszi őt. És ez az a másság, amit ő aktuálisan keres, de másban nem találja meg, mert a 150 óra az gyakorlatilag semmit sem ér az életéből. Nagyon érdekes dolgok ugyanakkor a szabályok. És tessenek belegondolni, a büntetőtörvénykönyv is lassan változni fog, vagy ha visszagondolnak arra, amikor Budapesten történt ugye ez a Westbalkán tragédia, akkor hirtelen ugye elkezdték megváltoztatni a szabályokat, ugye megnézték a négyzetmétereket, köbmétereket, menekülőajtót, tűzoltókészüléket, egészségügyi biztosítást, és így tovább, és így tovább, és megalkották azokat a szabályokat, azokat a keretrendszereket, amelyeken belül tökéletesen működhet a dolog. És kérdés az, hogy ezek a szabályok vajon valójában úrrá tudnak-e lenni az egész rendszeren, és azt kell mondjam, hogy nem, hiszen önmagában ő a szabály, az csak egy keretet ad. Tessenek belegondolni, önök közül bizonyára sokan vezetnek autót. Időnként talán tetszenek, és én is, amikor itt jöttem, itt Szombathely határában, ugye, ahol a 86-oson ugye az építkezés zajlik, ott időnként vannak kitéve furcsa táblák. A furcsa tábla széle ilyen piros, ilyen kerek, és a belsejébe bele van téve egy szám. Mondjuk az, hogy 40. Vagy 50, időnként akár az is, hogy 60, és gondoljunk bele, hogy ennél a táblánál, amikor tök üres az út, és sejthetően még a rendőrautó se férne el, hogy mondjuk mérje a sebességünket, biztos, hogy mindig 40-nel fogunk menni? Biztos, hogy mindig 50-nel vagy 60-nal? Pedig a szabály az meghatározza a sebességet. Megmondom önöknek, valószínűleg én sem mindig tartottam be. Na de, hogyha mi nem tartjuk be a szabályokat, akkor a gyerektől miért várhatjuk el, hogy ő betartsa a szabályokat? Azért, mert én felnőtt vagyok, és én megengedhetem magamnak, te pedig gyerek vagy, te pedig nem engedheted meg magadnak? Én azt gondolom, ezt hívják alapvetően szociális mintának, ami szerintem nagyon-nagyon jelentősen, ugyebár meghatározza a gyerekek jövőjét. És egy picit a számadatokról, amit itt tetszenek látni, összességében, mi itt, akik a teremben jelen vagyunk, évente 4,5 alkalommal használunk valamiféle pszichoaktív szert. Most ugye mindenki végig gondolja az elmúlt 3 hónap és néhány nap eseményeit, mi az, ami kiesett, mi volt ebből esetleg, ami szerhasznált, nehogy megtessenek sértődni, senkit nem akarok én itt meggyanúsítani kábítószer használta, de majd el fog jönni a december, és majd ott tetszenek ülni a karácsonyfa alatti készülődésben, ugye 15-én tervezvén a menüt, az ajándékokat, és akkor rájönnek arra, hogy már csak 2 hét van hátra az évből, és még egy spanglit nem szívtak el, egy tabit nem toltak be, egy csíkot nem szippantottak föl, mi lesz most? Hogy fogjuk tudni teljesíteni a normát? Tessenek megnyugodni, azért sokan vannak, akik helyettünk is dolgoznak. Ugye, akik leveszik a vállunkra azért ezt a terhet. De ha vele gondolnak, ez a 4,5-es szám, ez önmagával semmit nem jelent. Ez nagyjából úgy néz ki, hogyha körbenézünk egy kicsit a világból, hogy a szlovákok 7, a csehek 8, az ukránok 18, az oroszok 30, a britek 28, a spanyolok, olaszok olyan 26 körüli szerhasználatról beszélnek, úgyhogy ezzel a 4,5 azért nem állunk olyan nagyon rosszul. Persze érdekes ez a hasonlítás. Nem tudom, hogy történt-e már meg önökkel annó, még ugye a kamasz korban, amikor az ember megkapta a matek dolgozatot, és szembesült egy kiváló 2-essel. És hazament, és utána sunnyogva úgy elővezette, hogy 2-es lett a matek doga. Szülő ugye szemösszerántás, büntetés tervezése, és jön a mentő mondat, 3-2-es lett, 2-3-as lett, a többi mind 1-es lett. Ugye ilyenkor mit szokott mondani a szülő? Engem, fiam, a más kölyke nem érdekel, engem a te matek dolgozatod érdekel. Na most mondhatjuk ezt, hogy minket nem érdekel se a csehek, szlovákok és így tovább szerhasználata, de ugye a schengeni határokon belül ebből még nem tudunk annyira elszakadni, de ettől függetlenül még nem állunk olyan nagyon rosszul. És talán érdekes dolog az is, ha már a szerhasználatról van szó, hogy tessenek belegondolni, hogy amikor
Azt mondjuk, hogy a fiatalok kábítószereznek, mert igenis eljutnak odáig, és körülbelül olyan 45%-a a 18 éveseknek már kipróbált valamilyen tudatmódosító szert. Ez nem azt jelenti, hogy ők elindultak a lejtő lefelé, ők kiléptek abból a szobából, a laktáson a drogszizek tartózkodnak, de ez nem azt jelenti, hogy ők akkor elrohantak, és már is ugye függők, és így tovább, és így tovább. Hogy önmagában véve a szerhasználat, az nem jelent függőséget. És ha megnézzük a mennyiségi adatokat, itt azért jelentős különbség látható. Magyarországon kb. 20 ezerre tesszük a kábítószer függőknek a számát. Zárójel nyílik 60 ezer gyógyszerfüggő, és 800 ezer alkoholista van Magyarországon. És a problémás droghasználók száma az kb. 24 ezerre tehető. Magyarán szóval összességében, amikor a kábítószer problémáról beszélünk, az nem a függőséget jelenti, hanem azt az alkalmi szerhasználót, vagy aki talán időnként rendszeresen, és a rendszeresség alatt mondjuk akár heti, két heti, három heti, vagy havi egyszeri szerhasználatot értek, amikor valaki hozzányúl, ezek miatt, a bizonyos miértek miatt. Úgyhogy önmagába véve, ugye ezek a számok érdekesek, de talán egy kicsit csalókák, és azt gondolom, hogy egy kicsit talán messzebbről kell ezt az egész történetet megközelíteni. Méghozzá nagyjából erről az oldalról lehetne ugyebár megközelíteni, a prevencióról. Én ezt a szót nagyon-nagyon nem szerettem. Ugye ez megelőzést jelent, de mindenki szereti mondani azt, hogy prevenció. Miért nem azt mondjuk, hogy mi is a helyzet a megelőzéssel, mert ez olyan csúnyának hangzik. És persze rögtön a prevenció szó feltétele kapcsán egy csomó kérdés felmerül. Kit, mikor, hogyan, milyen gyakran, vagy kell egyáltalán előzgetni, és mit is érnek azok a potenciálisan injekció formájában elhelyezett prevenciós munkák, amelyek aktuálisan ma a fiatalok életében lezajlanak, hogy lehet-e ezzel valamiféle dolgot előrevinni. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az injekciós technikák, ezek nem feltétlenül hozták meg ugye a hozzáfűzött reményeket. Ami szerintem viszont nagyon érdekes tud lenni, hogy kinek mit jelent aktuálisan egy prevenció, de természetesen a jelenlévők azok mindig kivételnek számítanak. Mit is jelent egy politikusnak? Egy politikusnak nagyon jó kampányfogás lehet ugye egy jó prevenciós munka, és a kérdés az, hogy ez valójában mit is fed egy ilyen dolog. Azt mondanám ma egy politikus, teljesen mindegy, hogy milyen színű, hogy kérem szépen Magyarországon 2 év alatt a lefoglalt kábítószerek mennyiségét meg lehetne duplázni. Ez tagadhatatlan, ez így van, kellene hozzá sok-sok pénz, meg kellene erősíteni a NAV-ot, a rendőrséget, a titkosszolgálatot, és nem arról van szó, hogy a 17 éves kis kölköt az espangliával börtönbe kell zárni. Szó nincs erről, hanem kifejezetten a terjesztő hálózatokat kellene lefülelni, és akkor 2 év múlva büszkén elmondhatjuk magunkról, hogy immáron a hazánkba beérkező kábítószer 8%-a kerül lefoglalás alá, mert hogy most körülbelül a 4%-a az, ami lefoglalás alá kerül. Ez egy számadat, ez egy mérhető számadat, ez megduplázódott, de valljuk őszintén a 4 és a 8% között ebből a szempontból, a felhasználói oldal szempontjából olyan túl nagy különbség valljuk őszintén nincsen. Ellentétben ott van az a másik politikus, aki azt mondja, hogy kérem szépen itt van ez a település, ezen a településen itt élnek a 4 éves gyerekek, aranyos, kedves kis egetkérő versenyzők, akiknél elkezdünk egy mentálhigiénés programot, egészséges életre való nevelés, sok mindenféle oldalról lehetne ezt megközelíteni és hívni, ami sok mindenről szól, a fogmosástól kezdve a tisztálkodáson át, a mentálhigiénés kultúra, a vitatkozási kultúra, és egy csomó mindenre megpróbálni őket megtanítani, és ugye eljön 4 év, a következő választási időszaka, ezek a gyerekek már 8 évesek. Na most a 8 éveseknél az, hogy ugye ott üljenek a kis erdőbe és szívják a spanglit, vagy tolják a spurit, abszolút föl nem merül, talán egy-két dologban már lehet mérni, tudnak késsel-villával lenni, nagyon komoly előrelépés, sokkal jobb a szájhigiénéjük, mondjuk a másik településen, ahol ilyen nincs, az egyfőre eső szuvasfogak száma sokkal magasabb, de ez még azért nem egy olyan mérhető eredmény, amit az ember beír, mondjuk a saját programfüzetébe, és azt mondja, hogy öreg, te kell lesz nekünk. És eltelt még 4 év, és 4 év múlva már 12 éves kezdő kiskamaszok ezek a versenyzők, ott már le lehet egy-két dolgot mérni, dohányzás kipróbálás, alkohol, itt is azért az erőszak megjelenése az osztályban, az osztály kapcsolathálójának a kialakulása, és igazándiból majd a következő periódus felénél, vagy vége felé lehet igazándiból olyan méréseket bemutatni, hogy kérem szépen, elkezdtünk egy programot 10 éve, 12 éve, és összetudom hasonlítani azzal a várossal, nagyjából ugyanilyen jellegű az összetétele, ahol kérem szépen a 16 évesek között ennyi százalék volt ittas, nálunk ennyi, ezek közül ennyi fogyaszt rendszeres
rendesen alkoholt itt, ennyi dohányzik itt, ennyi, és így több, és így több, és ezek mérhető paraméterek. Csak ne felejtsük el, a kettő között eltelt 12 év. És a 12 év alatt lehetett úgy egyfajta értékrendet beleplántálni ezekbe a versenyzőkbe, hogy ennek meglegyen az eredménye. Attól, hogy egyszer elmegyünk egy iskolába, és sok minden érdekes dolgot elmondunk a gyerekeknek, lehet időnként eredményeket elérni. De a valós, tartós eredmények azok alapvetően csak egy tartós munka gyümölcse kapcsán fognak valójában megjönni, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ilyen messzire kellene jóval inkább tervezni. Aztán itt vannak a szülők, és tessenek belegondolni a klasszikus 7 perces szülőbe, aki azt mondja, hogy kérem szépen, itt a munkadarab, gyerek, én azt most beadom az iskolába, tessék szívesen őt megtanítani mindenre, a késsel-villával való evéstől kezdve a másodfokú egyenlet megoldóképletétől kezdve a muhi csatán át a harasztok mohák világára, alá és mellé, fölé rendelt mondatok, stb. Mert nekem 7 percem van, nekem több időm nincs ezzel a gyerekkel foglalkozni. Valljuk be őszintén, hogy a mai iskolarendszer ennek a fajta kívásnak abszolút nem is tud megfelelni, de nem is alapvetően ez lenne a kötelessége, és mindez a munka a szülői háttér nélkül tulajdonképpen nem megy, ha bár az iskola sok mindent igyekszik megtenni, és sok mindenféle hasznos dologra igyekszik a gyerekeket megtanítani, és akár még pályázni is lehet, ha bár az utóbbi időben azért a pályázati források egy kicsit hát visszaestek. És itt van ez a fránya célcsoport. Hát tessenek belegondolni, frányaért nehogy bárki megsértődjön, aki nagy Isten itt közel áll még a célcsoport korhoz. De a célcsoport számára ugye az a lényeg, hogy ő kapjon valamiféle információt, amit ő tud hasznosítani, amit bele tudunk tenni a puttonykájába, mert a döntést a célcsoport maga fogja meghozni egy olyan szituációba, amikor mi nem leszünk ott. Mi nem fogunk a gyerek mellett állni a buliba a 16 éves fiatalember mellett, amikor mondjuk azt mondja a havernek, hogy van, itt van a jó kis tud, múlt héten is kipróbáltuk, tök állat, pörögtünk, 160 bpm, nagyon jó Skrillex-e, fú, és a gyerek azt mondja, hogy kösz, nem kérek. Szóval megmosolyogtató, nem beszélve arról, hogy mi nem fogunk apukaként, anyukaként előreugrani ugye az oszlop mögül, és azt mondja, hogy kisfiam, vigyázz. Kivel jöttél buliba? Apámmal, hangzik a mágikus mondat. A gyerek elvágta magát, azt kell, hogy mondjam, hogy örök életére. A célcsoportot akkor érdekli ez a dolog, nagyon gyakran, ha kötelező, és leginkább iskola időben legyen kötelező. Persze az élethez szerencse kell, ha valaki mondjuk egy dupla matekórát lóg el, az mázdi, ha tornaórát, az kevésbé, de tessenek belegondolni, mi nem pont ugyanilyenek voltunk annak idején. Ha el lehetett menni egy jó kis szexuális felvilágosítás előadásra, akkor gyakorlatilag tök jó volt, ha ez nem osztályfőnöki órán volt, hanem mondjuk akár egy matek fizikát tudott az ember ellógni, és ugye az osztálynaplóban meg az volt beírva, hogy matek és fizika óra természetesen. Nagyon fontos, hogy a nyelvükön szóljon, döntően másképpen kommunikálnak ők, mint mi. És ha ezzel nem tudjuk őket megfogni, és nem az ő nyelvükön szólítjuk meg őket, akkor önmaga az információ átadás sem fog semmit sem érni, és nagyon gyakran, amivel szoktunk találkozni, hogy ezek a fajta prevenciós technikák ugye az elrettentésre alapoznak. Valamitől el akarom rettenteni, valamit megtiltok neki. Ne nyújj hozzá kisfiam a kályhához, mert meleg. Hozzányúltunk? Na, hogy hozzá. Pedig megégeted a kezed, és nagyon fog fájni. És így tovább, és így tovább. És számtalan ilyen dolgot kipróbáltunk, mert az elrettentés ez ügyben nem működik. Ne szumézd az ujjad, mert hogy fog állni a fogad? Érdekelt bennünket 3 éves korunkban, hogy fog majd állni a fogunk, hogy majd 16-17 éves korunkban ugye fél kiló vasat kell hordani a szánkba, ahhoz, hogy az akkori cumizásnak a negatív következményét esetleg kiegyenlítsük. Én azt kell, hogy mondjam, az elrettentéssel nem lehet abszolút előrelépni. Ami szerintem viszont ennél sokkal-sokkal lényegesebb, hogy ott van az őslakos és ott van a betelepült. Ott van egy olyan A4-es magyar apuka, aki valljuk be őszintén, hogy erről a történetről nem sokat tud. Mert az ő világában ez nem volt. Persze, volt részeg, meg volt építőtáborba, ezeken keresztül ment, meg látta a Trainspottinget, a Hair-t, meg hallgatott Jefferson Airplane, tudja ki az a Jim Morrison, a Stones-ról is, ugye a régiekről, ezekről mind értesül, de igazán az ő világában ezek a dolgok még olyan túl sok szerepet nem játszottak, és ő valamit szeretne azért ennek a fiatal versenyzőnek belerakni a puttonykájába, és tetszenek látni, hogy milyen lehetőségei vannak, az elrettentés, a fenyegetés, a féltés, és ami szerintem a legeslegfontosabb lesz ugye a saját szociális mintánk. Elrettentem. Ugye elmondunk neki valami klassz kis dolgot, vagy látunk mondjuk egy jó kis horror történetet valamelyik kereskedelmi csatornának a rémhíradójába, hogy meghalt valaki kábítószer használatban.
Ilyen elő szokott fordulni, volt tavaly is, idén is, sőt biztos jövőre is lesz. Ugye ezt már a felkonferálásban elővezetik, ugye ülnek a szülők a tévé előtt, meg kell nézni ugye a televíziót, és mutatják ugye a komoly hangú műsorvezetőt, aki azt mondja, hogy kábítószer tulajdonolásban meghalt egy 17 éves fiatalember itt és ott. Azonnal gyereki fiam, ezt neked is meg kell nézned. Gyerek nagy örömmel arcán mosolyal, ugye odajön, ott áll mögöttünk, és mutatják ugye a családot, mutatják a szülőt, iszonyú tragédia, zsebkendő, tördelőkezek, fénykép, nem is gondoltuk volna, mutatják az iskolaigazgatót, nagyon érdekes, mindig aznap szokott fodrásznál lenni. Ez egy fantasztikusan véletlen egybeesés ugye a dolognak. Aki szintén nem gondolta volna, mutatják a gyerekeket, deréktől lefelé, vagy deréktől fölfelé mély hangon, de kikockázott fel, és talán még annak a szemüveges szakállas kopasz toxikológusnak is az orra alá nyomnak egy fagyit, hogy mondjon már három értelmes mondatot erre a szerről, és ennyi. És 2 perc, 30 másodpercig sokkolt minket a történet. Na látod, fiam? Hangzik el a mondat, addigra a gyerek már ott sincs, vagy esetleg ott van azért, mert a következő hír az lesz, hogy milyen édes ugye az új bébi elefánt az állatkertben. És 2 perc, 30 másodpercig sokkolt bennünket, és utána úgy, ahogy van, elfelejtettük ezt a történetet, és nagyjából ennyit ér az elrettentés. És a gyerek farccal végighallgat bennünket, és azt fogja mondani, hogy apa, ez velem nem fordulhat elő. És megint egy-két számadat. 45 millió droghasználat tavaly adatok még nincsenek, de biztos nem változott. Tavaly előtt meghaltak Magyarországon 17-en. Nem ennyien haltak meg, valószínűleg kicsivel többen, mondjuk 22-en halhattak meg. Ez nagyjából olyan minden 2 millió mondjuk droghasználatra jut egy haláleset. Ez nem annyira gáz számszakilag. Abszolút értelmetlen halálesetekről van szó. 4500 rendőrségi eljárás indult kábítószer használat miatt, és körülbelül 800-an kerültek úgy tartósan kórházba, hogy a droghasználat kapcsán valamilyen tartós testrészes elváltozásuk alakult ki. Nem az, hogy elmentem a buliba, elszívtam, jött a pánikroham, szarul lettem, kórházba kerültem, reggel kiengedtek, hanem mondjuk napok, hetek, vagy akár hónapokat is el kellett tölteni kórházba. Nézzük meg a számadatokat. Nagyobb esélye van annak, hogy egy biciklistát elütnek a városba, amikor kerékpározik, mint annak, hogy valaki kábítószer használatba belehaljon. A szélsőségekkel igyekszünk operálni, a halállal, a betegséggel, esetenként a rendőrségi eljárással, és ez igazándiból nem fogja a történetet ugyebár előre vinni. És fölmerülnek megint csak a kérdések, hogy megbízzak-e benne, és hogy ismerem-e egyáltalán a gyerekemet. És én a szülők, amikor jönnek időnként be hozzánk a büszkeségekért így reggelente, főleg hétvégén, akkor megszoktam tőle kérdezni, hogy tessék mondani, ismeri ön a gyerekét? Persze, hogy ismerem, hát az enyém tudja a vezetéknevét, keresztnevét, van, aki meg a tajszámát is tudja, ugyebár fejből. Na, mikor tetszett vele beszélgetni utoljára? Hogy mikor? Hát tegnap. Mi történt az iskolába? Mondom, akkor közöttünk sincs közös nevező. Mondom, beszélgetni mikor tetszett a gyerekkel utoljára. És rám néz, miről? Mondom, hogy miről? Hát nem arról, hogy mi történt velem a munkahelyemen és a gyerekkel az iskolába, hanem mondjuk a győri kézilabdásokról, a végre eljött a tavaszról, esetenként ugye bármi politikai, művészeti, film, könyv, aktualitásról, milyen jó lesz a Volt Fesztiválon, hogy eljön a Queens of the Stone Age, de jó lenne őket meghallgatni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ezek a fajta beszélgetések nagyon gyakran hiányoznak, és ne felejtsük el, ez a kommunikáció a 7 percben nem szokott beleférni. És ettől a pillanattól kezdve, ha nem kommunikálunk, akkor nem ismerem a másikat. Ha nem ismerem a másikat, akkor hogyan higgyem el neki, amit mond, és akkor hogyan bízzam benne. Ígérd meg, fiam, hogy nem fogtok a buliba kábítószerezni. Válasz, nem fogunk. Nagyon jó. Mondat anyámtól, ígérd meg, fiam, hogyha elmész bulizni, nem fogsz sört inni. Megígérem. Ittam sört? Na, hogy ittam sört. Hát persze, hogy ittam sört. Független attól, hogy ez egy sajátságos játék volt ugye már anyám és közöttem, ő pontosan tudta, hogy fogok inni, még azt is tudta, hogy időnként kicsit többet fogok inni, de ismert annyira, hogy én is ismertem őt annyira, hogy tudja, hogy úgy nagyjából sejtem a kereteimet. És nem próbálom meg ezeket a kereteket nagyon-nagyon gyakran tulajdonképpen feszegetni. És ha nem ismerem a másikat, akkor innentől kezdve nem is tudok vele valójában érdemben kommunikálni. Nagyon szép mondat, nagyon szeretem ezt a mondatot. Ez, amíg az én kenyeremet teszed, ez persze vissza kéne állni a pulpitusra, mert ezt minél magasabbról mondja az ember, annál jobb. Ebben a családban nem lesz cigi, nem lesz pia, és nem lesz kábítószer. Rögtön rádobjuk a terápiás megoldást, mert ha megtudom, szíjat hasítok a hátadból, mondja apuka, ezen egy kicsit fölidegesíti magát, úgyhogy gyorsan rágyújt egy cigire,
ugye ránéz az órájára, látja, hogy kezdődik a brazil délutáni sorozat a tévébe, leül a tévé elé, szól a feleségének, hogy hozz fiam a sörömet. És ugye bekínálta a szociális mintát, mert nekem szabad, mert én felnőtt vagyok, neked nem, és ha megtudom, akkor lesz itt bizonyám Irgumburgum. Megmosolyogtató. Szóval ezt még végigállni is egy ilyen mondatot nem megy egyszerű dolog, főleg úgy, hogy az ember ugye farccal próbálja meg ugye kinézni a fejéből. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor egy eldobott félmosoly, az esetenként ilyen jobb egyenes balhorok kombinációt szokott egy-két vehemensebb apukából ugye előrántani, ami szintén ugye nem arról szól, hogy a kamasz és a szülőnek a kapcsolat az ugye még mélyebbre tulajdonképpen be tudjon ágyazódni. És bennünk van a féltés, mert azért higgyék el, hogy bennünk van a féltés, hát persze, hogy bennünk van a féltés. Milyen jó lenne egy olyan láthatatlan sípka, ugye, amit, vagy köntös, amit ugye Harry Potterék is használtak annak idején, hogy amikor a gyerekek kijönnek az iskolából, és itt nem az általános iskola, az egy más történet, mondjuk, ami középfokú tanintézetből, hogy ott állnánk mellettük, hogy miről beszélgetnek. És ekkor a dumbó fülekkel hallgatnánk ugye az információt, remény nincs arra, hogy ebből bármit is megtudjunk. Nekem is ritkán megadatik, hogy ugye elmenjek a gyerekért az iskolába, persze haza tudna jönni, de hát ha éppen arra járok, akkor miért is ne, nem az iskola előtt várom. Hát ez egy nagyon gáz, kilép az iskolába, és ott áll a mosolygó apuka. Szóval is lent a parkolóba, olyan 100 méterre, és akkor látom, hogy jön ki a gyerek az iskolából, akkor állok az autó oldalán, és nézek, és figyelem, próbálom leolvasni a szájáról, ugye, hogy mit mond. Kukkert mégse vehet elő az ember, az szerintem nagyon gáz lenne egy ilyen szituációban, és meg se fordul a fejembe, hogy megkérdezem, hogy miről beszélgettetek, és higgyék el, úgyis elmondja. És nem azért, mert rákérdez az ember, hanem azért, mert elkezdünk kommunikálni, mert mutat valami jó kis zenét, amit éppen tegnap töltött le, és hogy ez milyen jó, meg milyen jó a szövege, és már is a témánál vagyunk, és bármiről lehet beszélgetni, mert olyan kamasz gyerek nincs, akivel ne lehetne kommunikálni. Csak kérdés az, hogy jó irányba tudjuk-e megnyitni ezeket a kommunikációs csatornákat. És tessenek belegondolni a húsvétbe, amikor jönnek a hál' Istennek rég nem látott rokonok, főleg a gyerek szereti ugye a húsvéti rokonlátogatást, amikor a tőlünk szerencsére 500 kilométerre lakó nagybácsi megjelenik, és a 16 éves fiatalembernek föltesz egy mágikus kérdést, lehetőleg így megfogja az orcáját, ezt nagyon szeretjük. Például megkérdezi tőle, hogy mi szeretnél lenni? És még egy jobb kérdés, na és mi újság a lányokkal? Ugye a kislányoknál nem szokták az arcot azért megfogni, hogy csak olyan spániel tekintettel néznek ugye a kislányra, és ugyanazokat a kérdéseket teszik föl, és mit szeretne csinálni a kamasz gyerek egy ilyen kérdésre? Lefejelni a rég nem látott nagybácsit. Azt kell mondjam, hogy tökéletesen igaza van, mert meg se próbálja megnyitni a kommunikációs csatornát, hanem rögtön eleve két olyan kérdést dob be, ami így, ahogy van, nem azt, hogy lezárja, bereteszeli ezt az egészet, és a gyerek már alig várja, hogy vége legyen a kínos ebédnek, és eltűnjön, és még inkább tanulni is hajlandó, mint hogy együtt üljön tulajdonképpen velük. Úgyhogy nagyon-nagyon nehézkesen tudunk kommunikálni, és nagyon-nagyon nehézkesen működnek ezek a kommunikációs csatornák. És persze egy kamasz gyerekkel nem mindig akkor lehet igazán kommunikálni, amikor ezt mi úgy gondoljuk. Másik érdekes mondat, nem tudom, hogy önöknek mondta ki annak idején ilyet. Mi bajod van, édes fiam? Látja az apuka, hogy a kamasz gyerek feje furcsán áll, nem anatómiailag, csak úgy. Semmi. Nem jó válasz, valamivel be kell tömni a szülő fülét, mert akkor megnyugszik. Na de fiam, hát nekem elmondhatod, és akkor gyorsan idézünk a Csillagok háborújából, mert én vagyok az apád, úgyhogy velem őszinte bizalommal lesz. Igaz, hogy az elmúlt 12 évben baromira nem beszéltünk semmit, de most eljött a pillanat, most új lapokra helyezzük a kapcsolatunkat, most, hogy már majdnem felnőtt vagy, nekem bármit őszintén elmondhatsz barátodról, barátnődről, haverokról, cucról, alkoholról, bármiről. Apa, hidd el, semmi bajom sincs, apa ezen egy kicsit fölüti az agyát, fölmegy a vérnyomás, a pulzusa, és én összeszorított fogakkal mondja, azonnal mondd meg, hogy mi bajod van. Apa semmi, és a gyerek eltűnik a szobájába, apa megy anyukához, hogy nevelted ezt a gyereket? Ezzel a gyerekkel már beszélgetni se lehet. És mi volt mondjuk 2 évvel ezelőtt azon a bizonyos El Clasico meccsen? Amikor meredt tekintetekkel néztük a focit, és a gyerek ott állt mögöttünk, és azt mondta, te apa, szeretnék veled beszélni. Nem látod, hogy meccset nézek? Vagy híradó van, vagy bármi egyebet? Ha a gyerek akar velünk kommunikálni, az olyan, mint a halál meg a hasmenés. Ha menni kell, hát menni kell. Ott mese nincs. Szóval
Nincs az az elklasszikó, az a VB döntő, vagy bármi, ami ennél fontosabb lehet, mert eljött a pillanat, amikor ő is akar nyitni egy kommunikációs csatornát, és kettőször fog ilyet kérdezni tőlünk, és harmadjára saját maga fogja betömni azokat a bizonyos lukakat. Mert nem azt fogja kérdezni, hogy mi is a másodfokú egyenlet megoldó képletének a levezetése. Lehet, hogy vannak időnként olyan szülők, akiktől ezt meg lehet kérdezni, akinek ugye ez a szakmája, tőlem biztos nem kérdezné meg a gyerek, mert halvány segédül a gőzöm nincsen el a dologról, de olyanról szeretne velem kommunikálni, ami éppen akkor számára fontos, és ha ő azt mondja, te apu, gyere, szeretnék neked mutatni valamit. Lehet, hogy az ember előtte ügyeletes volt, és másnap még dolgozott, és itt volt, amott volt, és fáradtan ért haza, de föl kell állni, és oda kell menni, és tök jó, és tök érdekes, és nagyon jó egy kamasz gyerekkel kommunikálni. Mert fantasztikus sok mindent lehet tőlük tanulni, és ez, amit időnként azt kell, hogy mondjam, hogy elfelejtünk. És tetszenek látni azokat a példákat, amiket magunk kínálunk, hogy a saját függőségeink. Azoknál a családoknál, ahol mondjuk alkoholbeteg van a családban, ott a gyereknek 7-szer nagyobb az esélye arra, hogy maga is alkoholbeteggé váljon. És tessenek belegondolni azokba a jó kis szociális mintákba. És ha van önök között olyan, aki mondjuk tanítónéniként dolgozik, ugye, amikor eljön majd a szeptember eleje, és megjönnek az új versenyzők, abban a szent pillanatban, ahogy ugye tetszenek ülni a katedrálnál, és jönnek be a gyerekek az osztályba, az első pillanatban fogják tudni, hogy a gyerek honnan jött. És nem onnan, hogy mi van rajta, ruha, cipő, meg hogy már a 7 évesnek is iPhone 5-öse van, mert ugye az egy nagyon fontos dolog, mint nagyon egyszerű dologból, hogy belép a terembe, és vajon fog-e köszönni, vagy nem. És nem az, hogy kezi csókolom, nem. Az, hogy jó napot kívánok. És ez egy minta, amit megtanítunk a gyereknek, és kérdés az, hogy magunk is ennek a mintának megfelelően tudunk viselkedni. És hogy mondjak el egy érdekes példát ezzel kapcsolatban, hogy milyen furcsa a világ, ugye tanítjuk a gyereknek, kisfiam, belépünk valahova, tessék köszönni. Mit köszönjek? Mondd azt, hogy jó napot kívánok. Hát a jó napot kívánokon nem sértődik meg senki az ég egy adta világon. Apuka kap egy feladatot, hogy tessék elmenni vásárolni, mondjuk egy ilyen Aldi méretű történetbe, kapunk egy listát, ugye mi szoftverből nem vásárolunk, az a hölgyeknek ugye a dolga, gyerek jön velünk, ugye apával mindig jobb volt vásárolni menni, mert akkor mindig leesik egy kis gumicukor, csokoládé, anyánál nem, az sokkal keretesebb történet szokott lenni, és ott lóg a 3-4 éves versenyző az oldalunkon, 100 forint, kocsi, belépünk az Aldiba, és vajon köszönünk ki, amikor beléptünk. Ott van egy 2 kézilabdapányi terület, 4 darab eladóval rajtunk kívül, még 10-15 vásárló lézen, senkit nem ismerünk valószínűleg. Belépünk, mondjuk-e azt, hogy jó napot kívánok, vagy nem? Én azt gondolom, az esetek 99%-ában nem mondjuk, hogy jó napot kívánok, pedig mit tanítottunk a gyereknek? Ha beléptél valahova, fiam, légy szíves, köszönj. Világos, hogyha mondjuk oda megyünk az eladónőhöz, és megkérdezzük, hogy hol van a zöldborsó konzerv, csokolom, tessék mondani, az már egy más jellegű kapcsolatfelvételről szól, de beléptünk az Aldiba, és nem köszöntünk. Ha netán köszönnénk, belépünk, azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, olyan kiköszönne vissza? Senki az ég adta világ. Na, de ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy akkor ne köszönjünk. És ettől a pillanattól kezdve, hogy a gyerek mit lát, apa belép valahova, ugye, mint a hal, egy árva szót nem fog szólni. Másnap kisbolt, vagy harmadnap kisbolt, belépünk, ismerős hely, itt szoktunk naponta vásárolni, csókolom, jó napot, szervusz, belépünk, vajon fog-e a gyerek köszönni, vagy nem? Nem tudom. Ha nem köszön, mit mondunk? Köszönj már! És letolunk neki egy sallert. Ugye, na most, ugye a minta, vajon amikor a gyereket köszönni tanítjuk, akkor azt fogjuk neki mondani, hogy édesfiam, ha belépünk a kisboltba, 6 négyzetméter, ott köszönj. Ha elmegyünk a Aldiba, a Pennybe, a Tescóba, az Osámba, az Obiba, a Decathlon, és még sorolhatnám tovább, ott nem kell köszönni, mert úgyse fog senki visszaköszönni. Hogy fog tudni a gyerek egy ilyen történetben differenciálni? Ő látja a mintát, mert apa minta magatartása számára nagyon fontos, és ő azt fogja lekövetni. Látja, hogy apa nem köszön, akkor miért köszönjek? De ő még nem fog tudni 3-4-5 évesen különbséget tenni a kisbolt és a nagybolt között, mert számára ugyanolyan boltnak számít az egész dolog. És tetszenek látni egy olyan apró minta, amire dacára annak, hogy próbáljuk a gyereket megtanítani, időnként döntően másképpen viselkedünk. Hogy tud a gyerek ebbe differenciálni? Teljesen össze fog zavarodni, akkor most kell-e köszönnöm, vagy nem kell köszönnöm egy ilyen szituációba. És ezért, ha konzekvensek vagyunk, hogy belépünk, és azt mondjuk a Tescóba, és jó napot kívánok, a gyerek hallja, kutya nem fog nekünk visszaköszönni, akkor is mondjuk egyfajta magatartás formához tartottuk magunkat, és akkor valószínűleg 7 éves korában, akkor belép a gyerek majd az osztályba, ő is azt fogja mondani, hogy jó napot kívánok.
És egyfajta minta átörökítés volt, hiszen ugye ez nem csak a tanuláson múlik, hanem a saját magunk példáján, és ezek a példák nagyon-nagyon meghatározzák a gyereknek az életét. Csak úgy, mint a családmodell. Ha belegondolnak abba, hogy a klasszikus családmodell alatt tényleg ugye azokat a klasszikus kötődésű embereket értjük, ahol működnek a kommunikációk, az számomra egy ilyen gömbformátumot vesz föl, mert a gömb az bármerre gurulhat. Az egy védett dolog. Ha ez a gömb megsérül, akkor tönkrement a rendszer. Kikerül belőle anyaminta, esetleg apaminta, jön a másodalom. A másodalom nem képes ezt a lukat befoltozni. Ha a másodalom hozza magával ugye a saját almát, akkor ott általában rivális, és ha belegondolnak abba, hogy egy kis testvér megszületése, az jelenthet egy családon belüli rivalizálást. És hányszor hangzik el az a magikus mondat, hogy szeresd az öcsit és szeresd a hugit, de hát anya sokkal többet foglalkozik vele, mint velem, és hát akkor bizony előtte lehet, hogy mosolyunk, és amikor anya nem látja, volt olyan, hogy egy kicsit meglökni, egy kicsit kirántani. És olyan ártatlan madárka szemmel állunk ott, amikor ugye a kicsi kezéből kivettük a játékot, ugye, aki tágra mered szája a bömböl ugye ebbe az egész dologba, mert időnként ellenségként tekintünk rá. És van egy nagyon jó tévéreklám, egy ritka dolog, hogy én ilyet mondok, egy autót reklámoz, de nem az autó ebbe a történetben a lényeg, hanem maga a történet. Az a cím, hogy 4 évesek lettünk. Amikor ugye ott a kisgyerek mindenki rárepül, és a nagygyerekkel nem foglalkozik senki, és végül maga is beöltözik csecsemőnek, hogy 4 évesek lettünk, és aztán persze jön az autó része, hogy már ettől a pillanattól kezdve ugye teljesen másról szól, de milyen komoly jelentősége van annak. Megoszlanak a figyelmek, megoszlik az erő, és nagyon-nagyon nehéz ezt ugye úgy pótolni, hogy ez egy működőképes történet legyen. Ami viszont nagyon gyakran hiányzik, a családi szinterek, beszélgetések, programok, és ez nem mindig azon múlik, hogy mennyi pénzről van szó, hanem egyáltalán meg tudjuk-e azokat teremteni, hogy igenis, nem úgy ülünk le mondjuk a vacsora asztalhoz, hogy úgy nézzük azt a világító dobozt, hogy a kanár így a fülünkbe fog vándorolni, mert annyira bambulunk a történettől, hanem valójában tudunk kommunikálni, tudunk beszélgetni. Persze nem feltétlenül ennek minden nap kell megvalósulnia, mert az, hogy most minden nap este 7:00, akkor vacsora, le kell jönni, beszélgetni kell, az a dögunalom kategóriába fog valószínűleg tartozni, de legyenek rögtönzött együttlétek, és ugyanúgy az őszintesség is, hogy megmaradjon, és ha megmarad az őszintesség, akkor lehet a problémákról beszélni, akkor a gyerek elmeri mondani azt, apa, kipróbáltam. És akkor nem az lesz a válasz, te rohadt kis drogos köcsög, letépem a fejed, földugom a seggedbe. Hova jut? Szó nincs el, megkérdezi, vagy megmeri apuka kérdezni. Oké, és mit adott neked a szer? Apa, semmit, furcsa volt, színek, fények, hangok picit megváltozott körülöttem, semmi baj nincsen. De elmerte mondani, megbízik bennünk, mi is megbízunk benne, és tudjuk azt, hogy ennek nem lesz olyan jellegű folytatása, ami bajt okozna ebbe az egész világba. És mégis mit mondjuk neki, ugye, mert sok mindenről beszéltünk, amit ugye nem mondjunk neki. Az elrettentésről, ugye, a riogatásról, a fenyegetésekről. Én azt gondolom, ha magukról a tudatmódosító szerekről beszélünk, akkor egyetlen dolgot kell csak elmondani róluk, hogy ezek a szerek az embert megváltoztatják. És úgy fogják megváltoztatni, hogy magába a változás folyamatában már nem fogunk tudni beleszólni. És itt szó nincs arról, hogy most itt bárkinek tudni kéne a receptorokról, meg ingületátfőanyagokról, meg mihol mi játszódik le, kutyát nem érdekel. A változás folyamata a lényeg, amiben nem tud az ember beleszólni, és ez tök egyszerű megelőzni, merni kell nemet mondani. A nemmondás tudománya az egy elsajátítható valami, amit úgy hívunk, hogy értékrend. Az értékrendre meg kell valakit tanítani, részben a saját szociális mintánkkal, részben a korcsoport mintával, részben azokkal az egyéb környezetünkben lévő mintákkal, amiket igyekszünk a gyerek puttonykájába belerakni, hogy abba a szituációba, amikor ő annak a bizonyos kihívásnak kell, hogy eleget tegyen, akkor a lehető legjobb döntést hozza. Ez nem azt jelenti, hogy mindig jó döntést fog hozni. Mert valljuk be szintén, mi sem hoztunk mindig jó döntéseket, de ha felkészítjük arra, hogy a legjobb döntést hozza, akkor megvan rá az esélye, hogy abban a szituációban úgy fog dönteni, amiből ő nem vesztesként fog kikerülni. És ha ez esetenként a nem mondás tudománya, mert nem fogadja el, ha bekínálják neki, és ettől büszkén meri vállalni is azt, hogy nem fogadja el, és ha majd megtetszenek nézni, lassacskán most már szerencsére a parlament elé fog kerülni az új drogstratégia, aminek nagyon nagy része a családdal foglalkozik, ami ezt fejtegeti. Ugye nem a nem mondásnak a tudományát, hanem alapvetően ugye azt a fajta családi értékrendet, hogy ezt az ember büszkén föl is vállalja. És ne az legyen a brahi, ne az legyen a menő, aki igent mond, hanem az, aki mer nemet mondani, és az,
legyen egyfajta példaértékű magatartás. És úgy gondolom, idáig el lehet jutni, ez nem holnap után lesz, szó nincs arról. Ez hosszú éveknek a munkája, de mondjuk, ami a stratégiában ki van tűzve, az a 8-10 év, az hozhat már olyan fajta változást, hogy nem kell megkétszerezni a lefoglalásoknak a számát. Mert ha én nem fogok tudni önöknek körtét eladni, mert önök nem szeretik a körtét, akkor rajtam fog rohadni a körte. És akkor én nem fogok körtével foglalkozni. És ettől a pillanattól kezdve, hogyha a keresletcsökkentési drogpolitika lesz az, ami évek alatt változást fog hozni, akkor azt gondolom, lesz eredmény. Ennek az alapja az a fajta stratégia, ami nagyon-nagyon komoly szerepet ad tulajdonképpen a családnak, aminek az integritásának a megőrzéséért azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk. És ezekről a dolgokról nem kell tudni, hogy ez mit jelent, meg mi van-e mögött, meg mik ezek a szerek. Kutyát nem érdekli ez az egész dolog. Azt gondolom, hogy ez döntően foglalkozzon vele az, akit ez érdekel, vagy az, akinek esetenként ugyebár ez a szakmája. Ugyanakkor én úgy gondolom, és változatlanul merem azt vallani, hogy a gyereknevelés a világ legveszélyesebb extrém sportja. Ha a gyereket megcsinálni a legegyszerűbb, abban még öröm is szokott lenni, és utána jönnek azok a dolgok, ami egy csomó-csomó kihívás elé állítja az ember. Kihívás elé állítja a szülőt, de a szülői szakma az tanulható, és rengeteg minden elsajátítható ebből. Tessenek belegondolni, itt a klasszikus európai kultúrában a gyerekeknek a 95%-a a saját fejlődése során nagyjából ugyanazokat a dolgokat produkálja. Persze ott a plusz-minusz 2,5%, vagy a zseni, vagy időnként beteg, az egy picit más jellegű dolog, de a maradék 95% ugyanazokat a dolgokat fogja tanulni, csinálni. Megfordul, fejét megemeli, talpra áll, kommunikál, és így tovább, és így tovább, és erre lehet készülni. És azt gondolom, szülőnek lenne ez egy nagyon-nagyon komoly felelősséggel bíró hivatás, ahol ugyanúgy, mint bármi egyéb más iskolában, ugye lehet előre készülni, hogy mi is lesz a gyereknél. Hogy tudom erre saját magamat, hogy tudom a környezetemet erre az egész dologra fölkészíteni. És alapvetően én úgy gondolom, hogy nem a drogot kell megelőzni, szó nincs arról. Az valahol megjelenik, valahol ott egy fának a gyümölcseként lógászkodik, és odáig nagyon sok minden eltelik, amíg ez a gyümölcs megjelenik, már ez a kábítószer használat. Nem kell, hogy ez megjelenjen, nem kell, hogy ez a fa gyümölcsöt hozzon, de ezt alapvetően a gyökérnél, és a szárnál, és a szár többi részénél is már meg lehet akadályozni, és ezt jóval inkább úgy hívjuk, hogy nevelés. És ez a nevelési munka, ez egy működőképes nevelés, és ebben benne van az iskola értékrend teremtőkészsége, a családi és a kortárs csoport mintája is, ami egy nagyon-nagyon meghatározó a gyerekek életében, hiszen ugye az, amit a nagyfiúk meg a nagylányok csinálnak, az nagyon fontos. És nehogy azt higgyék a fiatalok, hogy rajtuk kezükben nincsen felelősség, és ugye hány olyan iskola van, a klasszikus iskolarendszer mellett, ahol nem 4 év korkülönbséggel, hanem akár 12 év korkülönbséggel is egy dobozba járnak a gyerekek. És ott van a 19 éves már felnőtt, aki most érettségizik, és ott van a kis 7 éves pongyabobos hátizsákos kis versenyző, aki még ugye ott rohangászik, és számára a 19 éves egy nagyon fontos valaki. Ugye az ő magatartása formájából is tanul, magyarán szólva rajta is pontosan ugyanolyan felelősség van. Magyarán szólva, és ez olyan csúnyán hangzik, ha kitermeljük ugye azt a generációt, amelyik már példaértékű magatartással bírhat, akik mondjuk a mai 4, 6, 8 éves, akiknél elindul egy ilyen nevelési program, akkor az ő visszahatásuk már sokkal egyszerűbbé fogja tenni ezt a folyamatot, majd tudjam azt mondani, hogy egyfajta önerősítő folyamat lesz. Hiszen ennek a követendő értékrendnek a kijelölése az azért valljuk be őszintén nem egy egyszerű dolog, és van itt egy pár kérdés, és az elején is kérdéssel kezdtem, és kérdésekkel is szeretném befejezni, hogyha végigolvassuk, van-e értékrend keretek, tudunk-e nemet mondani? Vannak-e valós példaképeim a fiataloknak, ugye? És ez egy nagyon lényeges dolog, akik az életéből tud valaki meríteni, és nem kell ehhez valakit ismerni, és itt nem valamilyen idealisztikus, elképzelt példaképről van szó, hanem húsvér emberekről, és higgyék el ennek Magyarországot, hogy sokan vannak, és nem a papírcsatornák papírcelebreikre kell gondolni, hanem azokra, akik tényleg az életükbe tettek valamit. Van-e jövőképük, és talán a legfontosabb, ami legalább szerepel, hogy van egy család. És hogyha ez a rendszered működőképes, és ha erre az összes kérdésre minden igennel tudunk válaszolni, akkor minden nagyon klassz, csak akkor majd este otthon tessék a kerítést megrágni, mert akkor az kolbászból lesz. Szóval ma még nem ott tartunk. Ma még alapvetően ott tartunk, hogy ezekre a kérdésekre nem tudunk egyértelműen igennel válaszolni, és akkor még azt gondolom, van mit tanulnunk, akár az őslakosoktól is, hiszen ne felejtsük el, ők ezt a világot egy picikét másképpen látják, és talán időnként valójában nekik is lehet igaza,
És keressük azt a fajta közös nevezőt, ami alapján kommunikálunk. Mert ha nem kommunikálunk, nem ismerjük meg a másikat, akkor nem bízunk meg benne, és nem hiszük el neki, amit mond. És ha megszűnik a kommunikációs csatorna, lezárjuk, vagy rosszul közelítünk hozzá, akkor elrontódott a rendszer. Na ezt ne csináljuk, mert ezzel a dologra nagyon kell vigyázni. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő figyelmet.